Fiókba kerül az új gyógyszerszállítmány ebben a kiskunhalasi patikában. Bár országosan több orvosságból is akadnak ellátásbeli hiányosságok, városunkban egyelőre nincs ok az aggodalomra. Többféle probléma állhat egy ilyen hiány esetében. Előfordulhatnak gyártási problémák, vagy adott esetben logisztikai problémák is állhatnak a különböző hiányok mögött, viszont az esetek nagy többségében a gyógyszerek azért beszerezhetőek, illetve ha elő is fordul egy-egy hiánytermék, akkor ezekben az esetekben is a többségekben tudunk más alternatív készítményt helyette javasolni, illetve ha valamelyik készítménynél ez nem megoldható, akkor pedig az orvossal kell esetleg konzultálni, és akkor ők tudnak esetleg más készítményt helyette javasolni és írni. Utóbbi időben inkább egyfajta ilyen inzulin rezisztencia kezelésére szolgáló készítmény az, ami jellemzően inkább hiánytünet volt. Ez egy kisebb pánikot azért az emberek körében úgy látjuk, hogy azért elindított, de többségében elmondható, hogy azért a készítményeknek a nagy többsége az beszerezhető. Az általunk megkérdezett halasiak sem tapasztaltak egyelőre sehol gyógyszerhiányt. Idáig mindegyiket megkaptam, végül se vírusos, se influenzás nem voltam, hát így nem is kellett a gyógyszer, antibiotikum főleg nem. Hát hallottam róla, hogy hiánycikkek, hát nem tudom. Ha esetleg olyan gyógyszer lenne, amit nem kapna meg, akkor milyen alternatíva van, vagy akkor mit csinálna? Hát elsőbb is ajánlanak a gyógyszerészek mást helyette, és hát utána meg körbenézni a többi gyógyszert, tehát vagy nem tudom, vagy várni, vagy nem tudom. Lényeg, lázcsillapító van, hát más nem tudok. Vannak olyan készítmények, amikből a téli időszakban sokkal több fogy a patikákban, mint az év más szakában. Mint megtudtuk, ezekből sincs hiány. Mindig ilyen szezonális jelleggel, általában téli időszakról beszélve, alapvetően a megfázás elleni készítmények azok, amik kimondottan keresettebbek, de ezen kívül hogy orfolyásra akár különböző orspéket szoktak keresni, illetve egyéb ilyen helyi legható torokfertőtlenítőket és más lázcsillapító, fájdalomcsillapító készítményeket is szoktak előszeretettel ilyenkor azért keresni. Ezekre próbálunk mindig felkészülni, hogy megfelelő készlettel rendelkezünk.